Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntöm paptestvéreket, szerzeteseket, kedves nővéreket, az egyházmegye minden fiatalját, gyerekeket, családosokat, idősebb testvéreinket. Május 1-én szokásunk szerint mindig mentünk zarándokolni. Az idei évben a járvány miatt ez lehetetlenné vált. A járvány egy kicsit megállította a világot. Talán el is gondolkodtat minket. Sokan mondják, hogy a családban együtt töltött, meghitt idő milyen óriási kincs és ajándék. Sokan mondják, hogy talán jót is lehet ebből a nehézségből előhozni. Ahogy Szent Pál apostol tanítja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Sok ember elővett könyveket, imádkozik, evangéliumot, Bibliát olvas. Sokan vannak, akik észrevették a szegényt, a rászorulót, és elkezdtek segíteni. Ahogy Szombathelyen jó akaratú lelkes emberek minden hétvégén 150 embernek adnak, a legszegényebbeknek adnak ételt, és vele együtt szeretetet, reménysugárt. Talán tudunk jót is előhozni ebből a nehézségből. Talán tanítja a világot is arra, hogy nem a haszon és a termelés a legfontosabb, nem a mennyiségi növekedés, hanem a minőségben, emberi értékekben, hitben, a család szeretetében való gazdagodás. Az idei zarándoklatunkat nem tudjuk megtartani. Egy év múlva, ugyanúgy május 1-én, nagy szeretettel és örömmel várunk majd mindenkit Bátára, a Szentvér kegyhelyére, készülve már az eukarisztikus kongresszusra. A szentmiség fájó hiánya talán sokakban azt is fölkelti, hogy még jobban vágyunk, még jobban szomjazzuk azt, hogy újra együtt ünnepelhessük Krisztus közöttünk való jelenlétét. Kedves testvérek, május 1-én nagyon kérek minden családot arra, hogy ha csak lehet, jöjjünk össze egy pillanatra együtt imádkozni. Tartsuk meg otthon ezt a kicsi zarándoklatot. Gyújtsunk meg egy gyertyát. Olvassuk fel a napi evangéliumot. Vagy mondjunk el egy tized rózsafűzért, a loretói litániát. Énekeljünk. Esetleg hallgassunk meg egy szép éneket. Gondoljunk a világ éhezőire, a betegekre, imádkozzunk az egész világért, és készüljünk még nagyobb lelkesedéssel az egy év múlva majd esedékes májusi zarándoklatunkra. Báta Tolna megye déli részén található település, a Szentvér egyetlen magyarországi kegyhelye. Monumentális kegytemploma a falu fölötti dombon az egykori bencés apátság helyén áll. Bencés apátságát Szent László király alapította 1093-ban, amely a 14. század végén, a 15. század elején vált országos hírű zarándok helyi, az itt történt eukarisztikus csodáknak köszönhetően. 1434-ben 4. Jenő pápa pápai búcsúkiváltsággal látta el, melyben elmondja, hogy Bátán Krisztusnak az oltári szentségből kiömlő vérét tisztelik, ezt úrnapján a népnek nyilvánosan felmutatják, és látására csodálatos népsokoság özönlik oda. A korabeli forrásokban Krisztus vérző testének is nevezik a csodálatos bátai erekét. 1539-ben a kegyhelyet a török elpusztította. A tragikus esemény 400. évfordulójára 1939-ben épült fel a neoromán stílusú Szentvér kegytemplom, amely őrzi az egykori országos hírű kegyhely emlékét, és amely ma is szeretettel várja az ide látogató zarándokokat. A templomba belépve megragadja a látogatót az épület egyszerűsége, harmóniája. Figyelemre méltó a templom bazilikára emlékeztető lapos fa mennyezete, melyet a sárköz jellegzetes népi motívum kincse díszít. A főhajó apszisában látható a márvány főoltár, mely fölött hatalmas kereszt magasodik rajta a híres limpiászi Krisztus életnagyságú korpuszával.